Elkészültek a játékok, megszáradt a festék, most már semmi akadálya nem volt annak, hogy birtokba vegyék a Táncsics iskola diákjai az új játszóteret. Tovább bővült tehát azon lehetőségek száma, amelyek segítik a szünetek játékos eltöltését. Nagyon szeretném megköszönni a szervező kollega, főszervező kollega Kis Csaba ötletét és munkáját, a kivitelezésben pedig Timcsukné, Szőke, Tünde és csapata. Most egyenként nem fogom felsorolni a tanítónéniket, mindenki, aki csak volt egy kis szabad ideje, fogott egy ecsetet és egy kicsit festett, egy kicsit dolgozott az udvaron, és ennek lett az eredménye ez a nagyon szép színes játszó udvar rész. És óriási köszönet jár Vég Katalin tanárnőnek is, hiszen óriási részt vállalt a munkában, hangzott el az ünnepélyes átadáson. De köszönet jár a szülőknek is, hiszen a karácsonyi bazár bevételéből vásárolta meg az iskola a festéket. Arról, hogy valójában hogyan is születhetett meg ez a játszótér, Kis Csaba mesélt a gyerekeknek. Volt egy kislány, aki már elbalagott innen, és amikor ide beiratkozott, óvodás volt, kijött az udvarra, és azt mondta, hogy itt nincs semmi mulatság. Szétnézett az udvaron, és egy csupasz udvart látott. Most ahhoz képest az elmúlt 3-4 évben van játszóterünk, van rajta hinta, van olyan gyerek, aki itt tanult meg hintázni, képzeljétek el. Nem tudott előtte hintázni. Van homokozónk, van egy kis színpadunk, ahol tudtok gyakorolni. Nemrég pedig megszületett a festett játszótér ötlete. Az ünnepélyes átadásról nem hiányozhatott a szalagátvágás. Az ünnepi vers. Homokozóban egy sereg, vidám kedvű, jó gyerek. Építik a tündérvárat, ha összedől, sírdogálnak. És az ünnepi ének sem. Már éved a hajnal, felmunkára dollal. Majd persze birtokba is vették a játékokat a gyerekek, illetve még a felnőttek is, hiszen például az ugróiskola egyik első használója az intézmény igazgatója lett. Tapsal biztosuk, igen, igen! Az ugróiskola mellett sok más is várja az iskolásokat. Társasjáték, sakk, dáma, twister és meg annyi érdekesség, persze gyönyörű és vidám színekben.